Most először vegyük ketté, hogy vemmes vagy nem vemmes állat, mert a vemmes az még érzékenyebb lesz. A nem vemmes állatnál is ez a legfontosabb jel, hogy valami baj van. Tehát az, hogyha nem eszik, hogy malac, és ellenőriztem, és az itatója rendben van, tehát nem amiatt, mert nem tud inni, akkor én már 12 óra után vinném állatorvoshoz. Az már csak a második vonal, hogy nem szabad, hogy súlyveszteség érje. Igazából nem szabad, hogy nagyon ingadozzon. 5%-nál többet nem szabadna, hogy egy héten belül pluszba-minuszba menjen. Azt a heti vérést nagyon jónak tartom. 24 órás koplalás már a laborállattudományban már enyhe fájdalomnak számít. Tehát fájdalom kategória. Tehát 12 óránál többet, ugyanis ezek a kisállatok nem tudnak szólni. És a tengeri malacnál és a macskánál a legelső tünete bármilyen bántalomnak az, hogy nem eszik. Tehát ez úgynevezett anorexia. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Most ennél is súlyosabb a helyzet a vemmes, és pláne jó kondíciójú, kicsit kövér anyáknál, mert akkor, hogyha nem eszik egy fél napig, és sokszor ez a nem evés elég az, hogyha nem tartja be ezt az átmenetet, és csak egyszerűen egy új zacskót nyitott a tápból, és az esetleg kicsit avasabb, vagy egy kicsit más ízű, és egyszerűen nem miatt nem eszik, akkor a zsír elkezd bontódni benne, és egy ketózis alakulhat ki. Ez a vemmességi toxikózis, főleg a jó kondíciójú állatoknál. Tehát itt rögtön már kiderült, hogy 12 óra, kiderült, hogy mennyire összekapcsolódik az előző kérdéssel, hogy a tápváltás. Tehát a tápváltás önmagába előidézheti, de hogyha jól csinálom, akkor nem. Tehát körülbelül ennyit lehet a étvágytalanság, mint tünet.